Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt háztisztelt képviselőtársak. Az elmúlt hetek, hónapok eseményeiben mondhatnám azt, hogy több mint fél évi szomorú dolgot vetítenek elő Magyarországon, úgyis az országot elárasztó és Kelet-Európát elárasztó ukrai gabonára a magyar gazdálkodók egy árva fillért nem kaptak abból a kompenzációs összegből, amit az Unió felajánlott ezeknek az országoknak a számára. Mit vetít ez elő nekünk, mit vetít ez elő azoknak, akik mezőgazdaságból próbálnak élni és élnek Magyarországon? Visszatartják az uniós forrásokat, nem kapjuk meg a kompenzációs pénzt, szabadon áramlik keresztül ez a fajta gabonának nevezett valami az országba, táplálva ez az oligarchákat és a kereskedőket, ez azt vetíti elő, hogy Magyarország az Európai Unió hátsó udvara lett. Ez az első lépés abba az irányba, hogy Orbán Viktor és kormánya sikerrel kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. Vajon Magyarországon valaki letisztázta a gazdálkodókkal, hogy mit fog jelenteni az, ha kiléptettek minket az EU-ból? Ez azt fogja jelenteni, hogy nem lesznek földalapú támogatások, nem lesz földalapú, nem lesz Natura 2000, nem lesz se okó, semmiféle támogatás. Lehet termelni majd indiai vagy ukrán szinten, olcsón nagy területeken. Mit is jelent ez pontosan? Ez a több fórumon elhangzott. Az lenne Magyarország számára a kívánatos, hogyha a magyar mezőgazdaság egy vagy két kézen lenne. Azaz magyarán szólva meg lehet nevezni két oligarchát, aki leuralja az egész magyar földvagyont, és termel majd a gazdálkodók helyett, hogyha kilépünk az Európai Unióból. Le kell szögezni, a Jobbik konzervatívok is azt mondja, és azt mondjuk egyértelműen a magyar mezőgazdaságban élők számára egy út járható, hogy tisztességgel, biztonságban megfelelő jövőképpel tudjanak termelni, ha Magyarország az Európai Unióban marad. Tehát Európa a biztonságunk, ezt kell mindenképp szem előtt tartanunk, és csak ebben az irányba haladhatunk. Tisztelt ház, felmerül egy másik kérdés is. Ha teljesül Orbán Viktor álma, és kiléptet minket az Európai Unióban, minden jel erre mutat, mi történik a magyar élelmiszerpiacokon? Papolhatunk bármiről? Igenis, olcsó lehet majd terhelni két nemzeti oligarcha számára a teljes magyar földvagyonon. Milyen módszerekkel lehet olcsón termelni? Olyan módszerekkel, ami ellen többször felemeltük már a szavunkat, több évtizede betiltott vegyszerekkel. Olyan vegyszerekkel, amit jellemzően esetleg Afrikában, vagy a szomszédos Ukrajnában, vagy keletre használnak tőlünk. Mit fog ez jelenteni a magyar élelmiszerpiacon? Megszűnnek az egészséges élelmiszerek, vagy lecsökken a mennyiségük, vagy megfizethetetlenné válnak. Ugyanis tudomásul kell vennünk annak a nagy közösségnek az előírásrendszerre, amihez tartozunk, az Európai Uniói garantálja, hogy egészséges élelmiszerekhez jussunk, mert egyértelmű cél, hogy hosszú életű, egészséges emberek éljenek az unió területén. Ne a betegségekkel kelljen küzdeni, ne azokkal az élelmiszer okozta egészségügyi károkkal, amik elveszik az embertől a boldog és nyugodt öregkort. Ha kiléptetnek minket, ez mind-mind el fog veszni. Nem lesz egészséges csirkemel, nem lesznek biotermékek, lesz egyfajta keleti típusú oligarchák által megtermelt olcsó élelmiszert, amit ehetnek azok az emberek, akik a megmaradt összeszerelőüzemekbe bejárhatnak bérrabszolgának. Szerintem ezt senki nem akarja ebben az országban, és nyugodtan ki lehet jelenteni, amit a Jobbik konzervatívok is számtalanszor kijelentett, hogy egy lehetőségünk van Európában maradni, azon belül is az Európai Unióban, és nem az a megoldás, hogy kilépünk, nem az a megoldás a válságra, hanem az a megoldás, hogy Európához tartozva, európai munkáért, Európa bérbéreket kapjanak az itt élők. Hiszen a munkájuk és a termékeik között semmiféle különbség nincs az között, ami a Lajtán túlkészül, vagy kis hazánk területén. Köszönöm.